Most mindent elmondok neked a Trumpot ért merényletről, annak részleteiről és magáról a merénylőről, illetve a videó végére azt is megtudod, hogy mi vezetett idáig. Na kezdjük! Nincs túl sok időnk, a téma pedig nagyon forró, úgyhogy nem is szaporítanám a szót, viszont szeretnélek megkérni, hogy maradj a videó végéig, mert ott fogom feltenni a legfontosabb kérdéseket. És ha már úgyis megkérlek valamire, akkor arra is megkérlek, hogy iratkozz fel, hogyha szeretnél még hasonló magyarázós, objektív videókat látni. Pennsylvániában járunk, azon belül is Butlerben, ami kb. Egy ilyen püspökladány méretű kisváros. Trump éppen a szombati kampánygyűlését tartja. Alig, hogy elkezdi a beszédét, a merénylő lead egy lövést. Trump hirtelen a füléhez kap, a titkosszolgálat emberei körülveszik, a következő lövést pedig már egy profi adta le a merénylő irányába, közben pedig ugyanezek a titkosszolgálatiak az ilyenkor szokásos védőgyűrűben lemenekítik Trumpot a színpadról. És akkor ezt most nézzük meg egy videón. Itt látható, amint Trump a füléhez kap, és először nem igazán érti, hogy miről van szó, majd rájön, és hirtelen ösztönösen összegörnyed, a titkosszolgálat emberei pedig így veszik őt körbe. Ez alatt az igazi mesterlövészek semlegesítik a merénylőt. Ha figyeljük a videót, akkor a mesterlövész elvileg, mintha észrevette volna a merénylőt, és ezért is tudott ilyen gyorsan reagálni, és a végén, mielőtt Trumpot kimenekítenék, ő még üzen egyet a merénylő felbújtóinak. A magyar nemzet egy térképet is készített, amin jól látszik az egész helyszínt. A támadó 130 méterre, tehát valamivel több, mint egy focipályányira volt a színpadtól. Többen azt írták, hogy mesterlövész volt, de mesterlövésznek ez a távolság, ez gyakorlóterep. Illetve a fegyver, amit használt, az egy AR-15-ös fegyver volt, ami, és én nem vagyok fegyverszakértő, meg én nem értek ehhez ilyen részletesen, de azért ez... megkockáztam, hogy ez nem egy mesterlövész puska. Arra ott van a, nem tudom, Remington 700, meg az M82. Kb. Ezt tudom elképzelni mesterlövésznek. Az meg ugye már önmagában is óriási tragédia, hogy 2024-ben ez meg tud történni Amerikában, és a helyzet súlyosságát csak fokozza, hogy egy ártatlan ember a helyszínen meg is halt. És az egyetlen hibája az volt, hogy ott volt a rendezvényen. És akkor most gondoljunk bele azért, meg gondoljunk bele! Ott a merénylő, aki képes úgy rálőni Trumpra, hogy nem érdekli, hogy közben kik halnak meg. Vagy hogyha ha Trump szavazó, akkor mindegy. Na és akkor lássuk az elkövetőt. Ilyenkor a hírek és az álhírek meglepően gyorsan terjednek, de a legtöbb forrás szerint az FBI már azonosította a merénylőt. Egy fiatal 20 éves kölyökről, Thomas Matthew Crooksról van szó, aki doppergés, Trump ellenes nézeteket vallott. És a merénylet előtt még egy videót is posztolt. My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans, I hate Trump, and guess what? You got the wrong guy. Hát, ezek szerint nem, mert ezzel pont az ellenkezőjét érte el, de mindegy. Na de visszatérve erre a hormonzavaros tojásra, szóval Crooksra, ő 2021-ben Biden beiktatásakor $15 adományozott egy demokrata párti szervezetnek úgy, hogy közben amúgy munkanélküli volt. Ezt most azért mondom, mert van, akik szerint republikánus volt a tag, pusztán azért, mert valami republikánus póló volt rajta. Valószínűleg azért ezt vette fel, mert volt annyi esze, hogy ne Che Guevarás pólóban menjen egy Trump rendezvényre, tehát fekete tinit sem viszel el egy rendőrségi bárra. Közben terjed egy fotó a neten, amihez én nem találtam aktív Insta fiókot, de ott van egy bizonyos Thomas Matthew Crooks, aki az Antifa tagja, illetve a biójában egy szám található, a 16001, mellette pedig, hogy antifasiszta, plusz két fekete zászló. A Google ilyenkor is a barátunk, és ha beírjuk, hogy 16001, akkor kiderül, hogy ez egy irányító szám, ráadásul a pennsylvániai Butleré, ahol a Trump elleni merénylet megtörtént. Ennyiből persze még nem lehet messze menő következtetéseket levonni, de hát mondjuk úgy, hogy több mint gyanús az antifától, meg hát amúgy se áll távol az ilyesmi. Egy szemtanú elmondása szerint ők látták, amint a merénylő felmászik a tetőre, és még jelezték is a rendőröknek, de ők tették a hülyét. We're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what, you know, like they didn't know what was going on. I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for
you know, 2-3 minutes, Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof. A másik tanú is érdekes dolgokat mondott. I was looking around myself and seeing a guy on top of one of the buildings. Went and told the officer that he was up there. And when I went back to my spot, I heard that people could still see the person from where they were standing. Illetve a tömegben lehetett hallani, amint az emberek kiabálnak, hogy fegyvere van, miközben Trump még javában beszél. Tehát már a lövés előtt észlelték. Hát lehet, hogy senki nem számított rá, hogy valaki tényleg megmerényli Trumpot, vagy csak a tömeg reagálta túl. Meg tudjuk majd 30 év múlva, amikor már senkit sem fog érdekelni. A sajtót ebben az esetben érdemes ketté osztani. Az amerikai közvéleményt befolyásolni képes, és az USA közhangulatától teljesen független médiát most külön kell kezelni. A nem amerikai sajtónak itt igazán egyszerű a feladata. Még akkor is, hogyha az USA fizeti őket. Simán csak el kell ítélniük az erőszakot, így másnap gyűlölködhetnek tovább, hiszen tegnap már elítélték az erőszakot. Kezdjük akkor az amerikai közvéleményt befolyásolni képes sajtóval. Reuters. Trump biztonságban van a kampánygyűlésen történt incidens után, közölte a titkosszolgálat. ABC News. A titkosszolgálat szerint a volt elnök biztonságban van, miután az ügynökök sietve levitték Trumpot a színpadról a nagygyűlésen történt incidens után. USA Today. A titkosszolgálat eltávolította Trumpot a színpadról, miután hangos zajok megijesztették a volt elnököt és a tömeget. USA Today megint. A titkosszolgálat sietve levitte Trumpot a színpadról, miután pukkanó hangok hallatszottak a gyűlésen. Pukkanó hangok. ABC News megint. Donald Trumpot a titkosszolgálat kísérte le a színpadról egy gyűlésen, miután hangos zajok hallatszottak a közönségben. Washington Post. Trump elhagyta a rendezvényt, miután hangos zajok törtek ki. Ezek a maguktól kitörődő zajok olyan hangosak voltak, hogy Trumpnak még a füle is kicsattant, nem? Beszarok. Hangos zajok és incidens, mi? Nem merénylet, hangos zajok és incidens. Viszont a CNN a legjobb. A titkos szolgálat megszakította Trump beszédét. Na ez mondjuk annyira gátlástalanra sikerült, hogy a végén átírták, viszont a személyes kedvencem az ABC 7-es csatorna. Still not clear what the motivation was for this attack. Elképzelem a riporter agyát, amint könnyesre izzadja magát, hogy megfejtse ezt a rejtét. Na vajon mi lehetett a motiváció? I hate Republicans. I hate Trump. Az amerikai közvéleményt formálni nem képes sajtó, simán csak megírta a híreket. A nemzeti konzervatív média és a komment szekciója minket most nem érdekel. A legtöbben hálát adtak Istennek, hogy Trump megúszta, és remélik, hogy ez elrettenti majd a jövőbeli merénylőket, legalábbis a merénylő sorsa elrettenti majd a jövőbeli merénylőket a hasonló akcióktól. Na de a CNN-hez, Washington Posthoz és a USA Today-hez hasonló nemzeti érzelműséggel nehezen vádolható sajtó komment szekciója, az már más tészta, nagyon más. Elég csak néhány hozzászólást megnézni, most nem fogom felolvasni, aki szeretné, az olvassa el, annak én kigyűjtöttem, de nekem ehhez már valahogy nagyon nincsen gyomrom. De van itt azért egy ínyentség is. A halmozottan gyengelméjű Bruti szerint, ha Trump börtönben ülne, akkor most senki nem lőtt volna rá. Hát figyelj, nem kell literálisan Hitlernek lenni, és akkor nem lőnek le. Hát micsoda zseni ez a Bruti, nem? De ha már az elítélteknél tartunk, én nem tudom, feltűnt-e Brutinak, hogy a pártja elnöke mivel foglalkozik a szabad idejében, csak kérdezem. Ami viszont számomra tök furcsa, hogy Magyar Péter egész hétvégén Kusban volt, pedig hogyha valaki, akkor ő azért minden lehetőséget megragad, hogyha egy kis diplomáciai pöccscibálásról van szó, most viszont hallgat, tehát hogy ezt a videót vasárnap este raktam össze, nem tudom, hogy azóta változott-e a helyzet, de gyanús, hogy napok óta hallgat. Vajon miért? Ha bárki is azt hiszi, hogy manapság közvetlenül kell felbérelni egy merénylőt, az hülye. Erre semmi szükség. Elég, hogyha a megbízó megteremti a megfelelő körülményeket. Na de ki a megbízó? Hát én nem tudom. Döntsd el te. He is destructive to our democracy, and he has to be eliminated. We're in high school, I'd take him behind the gym and beat the hell out of him. I will go and take Trump out tonight. Too many see the protests as the problem. Please. Show me where it says that protests are supposed to be polite and peaceful. And then the biggest threat that officials are telling me tonight is in the form of retaliatory violence. You're not suggesting, surely, that this is coming only from one side. If we concentrate on what's happened in America, do the Republicans also not have
a responsibility in terms of creating a political environment. Many of Donald Trump's supporters have on many occasions used incredibly direct language here. Ez a legutóbbi egy BBC-s beszélgetés volt, tehát a brit közmédia, amit többek között a kötelező tévéadóból tartanak fent, tehát az emberek, az adófizetők pénzéből, csak mondom. Illetve ezúton is köszönöm Paul Joseph Watsonnak és csapatának, hogy összeszedték ezt a rengeteg anyagot. Na és akkor itt van még Johnny Depp, a világ egyik legjobban fizetett és legbefolyásosabb színésze is. When was the last time an actor assassinated a president? És a Johnny Deppen felnővő TikTok generáció. You're telling me somebody finally had the balls to bring a pew-pew. We were a second away! We were a centimeter away from half of the problem being gone, and you missed! Ne kérjétek, hogy kommentáljam, csak tényleg ezt lapozzunk, jó? Trump megköszönte a titkos szolgálat és a hatóság kiváló és a gyors reakcióját, de van itt néhány nagyon gyanús eset. Ha a szemtanúk valóban látták, amint felmászik az amúgy ott árválkodó létrán, és szóltak is a hatóságnak, akkor azok miért nem cselekedtek azonnal? Végezetül pedig, hogyha a jobb oldal a szélsőséges és radikális, akkor miért a jobboldali politikusok ellen követnek el merényleteket? Ezek fontos kérdések, de nehogy azt higgyük, hogy ettől bármi is változni fog. A külföldi és a hazai megmondó emberek ezután majd kiállnak, és elmondják, hogy ők mennyire elítélik az erőszakot, aminek semmi helye a közéletben, holnap pedig pontosan ott fogják folytatni a hergelést és a gyűlölködést, ahol tegnap abba hagyták. Mert ha valakit Hitlerként ábrázolsz, akkor feljogosítod a társadalmat, hogy támadja meg. És hidd el, lesz olyan, aki jogosnak is fogja érezni. Végezetül pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy a kultúrharc hidegháborús része július 13-án véget ért. Mert lehet, hogy egy ember lőtt, de tömegek szurkoltak neki. És aki Trump vagy Orbán Viktor halálát várja, az ugyanúgy várja azét is, aki egyetért velük. I got family. No matter where you are, whether it's a quarter mile away or halfway across the world, you'll always be family.